Már csak néhány hónap és elkészül a szőlőhegyi óvoda és mini bölcsöde. Még 2022 májusában vette kezdetét a több mint 120 esztendeje épült és évekkel ezelőtt bezárt óvoda utcai intézmény felújítása. A beruházásra a Szekszárd pályázaton nyert 4,5 milliárd forint támogatást, így elkezdhették a létesítmény 247 millió forintba kerülő renoválását, illetve azt egy bölcsödével is kibővítették, melynek értéke 400 millió forint. Megfelelő kerettel rendelkezünk ahhoz, hogy ezt az óvodát, óvodai bővítést és bölcsődei csoport létesítést befejezzük. Ez két külön pályázat lett összevonva, az egyik az a bölcsődei csoport bővítésre, másfél az óvoda felújítására. Úgyhogy itt most úgy állunk, hogy szerencsére minden rendelkezésre áll, és a 2023-as befejezés az reális. A meglévő épület felújítása során az óvoda egy csoporttal és vizes blokkal öltözővel bővül, így összesen 50 gyerek fog itt elférni. Az épületben kialakítanak két tornaszobát, orvosi helyiséget, továbbá 14 gyermek számára egy mini bölcsöde is elkészül. Ez év április-májusában befejeződik az építőmunka. A dolgozókat már az óvoda vezetővel beszéltem, és a dolgozókat már szervezi erre a munkahelyre. A körzet képviselője hozzátette, remélhetőleg szeptemberben maximum létszámmal tud elindulni a szőlőhegyi óvoda és bölcsöde.